És akkor most pedig halljuk az első mérkőzés felkonfját. Thank you, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the Marshall Arena here in Milton Keynes for the second round action of the Betfred World Match Play. It's brought to you by the Professional Darts Corporation and live on Sky Sports, where it's now time to meet our players. Ladies and gentlemen, a UK Open finalist, the winner of five PDC ranking events, the Dutch destroyer Vincent van der semi-finalist, the winner of the World Grand Prix, the winner of the Players' Championship Finals, Super Chintaro Kearney! The time's never seemed so good. I I'll tell you what, Mark, this is where we do miss the crowd, because we don't get the chance to listen to Sweet Caroline in its full glory, do we? I really hope Sweet the crowd. Na hát akkor az első mérkőzés Gurney Vincent van der Voort, ami az előzményeket illeti. Gurney az első fordulóban Ricky Evans-t győzte le 10-5-re egy 92,3-es átlaggal. Vincent van der Voortnak jobb volt az átlaga, az ő áldozata pedig Dave Chisnall volt. Van der Voort 98,9-es átlaggal tudott győzni, nagyon 10-6 arányban. Nagyon-nagyon jól játszott. Ami a régebbi meccseket, ez lesz a hivatalos mérkőzésük, a 8., és 4-3-ra vezet Daryl Gurney. Tehát nagyon-nagyon szoros, és UK Open-en játszottak, ami ugye közvetített, és még 2013-ra German Darts Masters-en. Az összes többi az Player Championship meccsek voltak, ugye ezek azok az árt meccsek, amit ugye rendszeresen játszanak a játékosok. És azt a mérkőzést ugye Daryl Gurney nyerte 6-1-re, de egyébként az utolsó három meccsüket mindegyiket Daryl Gurney nyerte. George Noble a speakerünk, és hát akkor belekezdünk. Jó játékot mindenkinek. És rögtön egy kiábrándító megnyilvánulása részemről. Szilágyi Péter mondja, vagy írja itt a Facebook oldalunkon, hogy szívesen látnék egy Erwin Wright visszavágót a végén. Hát ilyet egész biztos, hogy nem lát majd, mert hogy tegnap van Gerwen búcsúzott, talán élete egyik legrosszabb teljesítményét nyújtva. 140 közben van der Voorté. Lazán dobott egy tripla 20-at, aztán egy 20-at, majd egy sima 19-et Gurney, aki 7. helyen van kiemelve. Száznegyven megint. Az az igazság, hogy ugyanez volt jellemző egyébként Vincent van der Voortra is, hogy nagyon keményen bekezdett. Nagyon jó, tripla 20-as kell. Ó, 96. Ugye a tripla 20-as érkezik, akkor pont 170 pontja lett volna. Nagyon jó próbálkozás volt. Érdemes ezeket egyébként azoknak a nézőknek nagyon-nagyon megjegyezni, ezeket a számokat, akik elkezdtek játszani. Amíg nem is versenyszerűen, de... Hát ez nagyon félrement ez a harmadik nyíl. És megvan. Van der Voorté az első leg, és ráadásul hátsó pályán tudott nyerni, azaz egy break leget láttunk most. No, early days, but I think 140.
Nagyon belekezdtek. Most mind a ketten ezek a 140-ek. Ugye a 12 nyilas is azért azt mutatja, hogy nagyon erős meccset várhatunk. Abba a pillanatban egy 60-as. Tudjuk jól, és értesültünk arról, hogy az angol kommentátor hangot is lehet hallani. Sajnos így érkezik a kép. Egy 7-es dobott Van der Voort, és éppen, hogy eltalálja a 19 szektort a harmadik nyilával. Bele kell húzni a Görninek, hogyha azonnal vissza akar brékelni, mert igen, az egy fontos lenne szándék. Egy 100-as, de már kiszállón van, ugye a 140 után két darab 100-assal már 161 ponton van. Mind a kettő benne, igen. Bejöhet még egy 180-as. Le fog váltani. Akkor jöjjön 177-es, de nem. Fönn maradt itt 100 fölött Van der Voort. És Görni lemegy, vagy nem? 100 alá. Lement. 90, nagyon. 90-et. Igen, így 71 pontja marad. Na nézzük azt a 116-ot. Ez az nagyon jó. 16-os. A szektor is dupla 20. Nem dobja a rincs. Közel volt. Közel volt. De hát meg kell oldani a, most a 71-et. 58 pontja van, 18-as. Egy nyila van duplára. Nincs meg. Most mind a ketten egy nyilas duplán hibáztak. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hatással lesz ez most a következő legekre. És bedobja Van der Voort, és ezzel vezet most már 2-0-ra. Görni elrontotta a duplát, bár az is igaz, hogy előtte Van der Voort is elrontott egyet. Tegnap Van Gerven őrületes, hogy mennyi duplát rontott el. Ja, aki nem tudná, Van Gerven 90-es átlagot ért el Simon Whitlock ellen, és kikapott 11-4-re. 180! És ráadásul az első körben dobta ezt, úgyhogy ez biztató kezdés. Tegnap Gary Anderson kétszer is 180-180 kezdett leget. Egyszer egy egyes, egyszer meg egy 20-as érkezett a hetedik nyíra. Úgyhogy a gonosz nyíl eddig a hetedik. Itt most a negyedik. 96-os. Az már benne van a triplában, nagyon fontos neki most. 140. Igaz, kiszálló nincsen, de legalább fölzárkozni kell, tudott. Hát ha egy 140-et oda dob most neki Van der Voort, már pedig még 180 is lehet. 180! Most van bajban Görni. Bizonyám. Ráadásul a 165 az ugye nem is kiszálló. Táj, megjönnek a triplák, de nem kiszálló a 160. Új, de szép a 133-mal 32-re tudott kerekíteni. És itt lehet a 3-0. Megvan a szektor, dupla 20-ra, két nyila van Van der Voortnak. Bedobja! 11 nyila. 11 nyíl. És ő kezd. Igen. És azért érdekes, mert ugye 12 nyilassal kezdett, az volt ugye az első break. És aztán utána egy 16 nyilassal tudta hozni a saját kezdését 121 közben. És megint egy 11 nyilas, tehát két négy körös dobott eddig. Ennek köszönhetően egyébként jelen pillanatban 116 kereken 116-os átlaga van. Természetesen várjuk most is a fényképeket is, nem csak a kérdésünkre a válaszokat, hanem a fényképeket, videókat és minden más vicces dolgot, vagy kérdéseket megpróbálunk rá természetesen válaszolni. Ne felejtsük el, vasárnap a közvetítés után majd ki fogunk sorsolni azt a három, most már négy ajándékot. Nem akármilyen archívumát össze. Igen, igen, igen. Itt a pár nap alatt, az elmúlt pár nap során. Nagyon nagy bajban van Görni, mert nem megy neki a játék. Van der Voortnak viszont annál jobb, bár ez is relatív, mert azért 100 fölötti átlaga van Görninek. Egész egyszerűen Van der Voort van kirobbanó formában. Igen, hát a 112 az most akkor is, hogyha most 47. Kellene most már valami nagy, egy dupla break.
hátrány az elég komoly lenne Görni számára. 140 nagyon kellett. 96, lement 100 alá. Jobban áll most hátsó pályán. Na nézzük a 152-t. Hoppá! 82-es a dobás, 70-re megy, de meg kell oldani a 96-ot Görninek, mert különben nagyon-nagyon nagy hátrányba kerülhet. Nem vállalta be, triplára ment tovább. 56-ra nagyon nagy bajba kerülhet így most, hogyha ezt a 70-et megdobja Van der Voort. 12, és a dupla 20, eddig jött rendesen neki. De nem jön. Ez nagyon alá ment. Mutatja is, hogy nagyon rossz szíve volt. Igen, így láttuk mi is. Még közelebb egy kicsit. Ajajajajajaj, már csak egy van. És nem tudja bedobni. Ez most nagyon nagy hiba. 20. Ez volt a negyedik kísérlete duplára Görninek. Dupla 10-re Van der Voort. És bedobja, és 4-0 ezzel már. Mondjuk igen, mert ez megint, saját de, megint egyébként, igen, de ez a legérdekesebb. Az előbb már mondtam, hogy a saját kezdéséből volt egy 16 nyilas, most egy 19 nyilas. Hátsó pályáról meg 12-11 nyilas és egy 12 nyilas dobott. Érdekes, hogy hátsó pályára mennyivel jobban megy neki a játék. De hát, ugye láttunk 5-0-ás kezdést. Gerven szaladt bele egy 0-5-be. 63-as volt a dobás. Ugye tegnap Whitlock ellen. És ki is kapott. Hát... 134. Na ez most azért jelen pillanatban jól áll ez a leggörni számára. Na de megy utána Van der Voort, mint a nyúl. Óriás nyúl. Hát nem a próba, legyük abban. 140, nem hagyja annyiban a dolgot Görni. Már kiszállom van. Így meg aztán a... Jön két tripla. Ott van ő, és van Van der Voort is. Nagyon szép volt. Ebből 167-es kiszálló nem lesz. Állj, ez még... Na ez a nagy, nem jön tripla. Nem úgy kiszállót produkál, hanem 122-n marad. Ott volt háttérben a három ám. Hoppá! De ez tripla. Bam! Így ő lemegy száz alá. 79, de még mindig itt van Ördinek három nyila. Jujj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 
maradék 50-nel. Hát ezt megdobja Van der Fort, és 5-0-val mennek szünetre. Egy nyila lesz. Nagyon fontos ez most. Bedobja! 5-0! Hát ez nagyon durva. Csóválja is a fejét Görni, ami egy cseppet sem meglepő. A Van der Fort egyelőre lemossa Görnit, és 5-0-ra vezet a holland, amikor ők is elmennek szünetre, és mi is elmegyünk szünetre. Félig nem lehet bulldogni. A műsor támogatója a Dreher. 1,38 a szorzója volt még a mérkőzés előtt Görninek, és Van der Fortnak pedig 2,85-ös. Hát ezzel szemben viszont a holland 5-0-ra vezet. Erre nem igazából gondoltak, és egyébként, hogyha most pedig a mostani átlagokat vesszük, akkor 4-es szorzója van most Daniel Görninek, hogy nyer, és 1,22-os szorzója pedig Vincent Van der Fortnak. Kacskovics Zsuzsa kérdezi, hogy fogadtak-e az urak ma este? Én személy szerint nem. Nem tudom, meddig fogadott-e. A fogadókat a helyére tudtad. Jaj, nem, árhat, nem árulhatom. Nem, most erre a meccsre nem, azt elmondom. De nagyon jó képek, nagyon jó felvételek, videók jönnek, úgyhogy köszönjük szépen. Igen, ötletesek. Na! Van ott hely. Ha volt hely, de mondjuk lenn több hely volt, és azt dobta meg végül Görni. 144 is.
Van der Forta holland iskolát képviseli, nem lacafacázik, hanem gyorsan dobálja a nyilait. Igen. Pont... Tudod, ez ugyanaz, egy tök, két tök, öntök, tudod, nem tökölök, öntök. Most azt nézem, hogy a mai játékosaink közül van-e lassított felvétel, mint Pipe például, de szerintem nincs. Nincs lassan dobó. Megsértődnek a Pipe szurkolók. Hú, már tudom. Figyeld. 180! És 24-re kerekít. Azonnal óriási nagy terhet tesz, gyorsan vissza tudja szedni legalább egyetlen egy elvesztett kezdését. Ugye három leget is bukott már Daryl Gurney. Megdobja a 13-as. Ez forradalmi tett volt ezen a meccsen Gurney részéről. Megvan az első nyert leg. És egy 13 nyilas azonnal, tehát nem egy rossz. Egyébként még mindig 97-es átlaga van Daryl Gurneynek, és most visszaesett 99-es átlagra Vincent van der Voort. De az a 84-es kezdés megint szektorhibával. Meteosz. 96. Meteosz Dárc klubba is nézik a dárcot. 140. Jelmondatot meg kell keresni, ezt ne felejtsük el. Fölötte, még fölötte, még jobban fölötte, és benne 100. Abban most már benne lenne Van der Voort. Egyet nyer Gurney, egyet ő. Igen. A nézők 19-esre kell kezdeni, ő 20-asra fog. Most már így kiszálló biztosan nem lesz. 47-es a dobás, 220-ra. A legjobb gyönyörű 180-al 40-re lehetett volna kerekíteni, de így de is. De is lemehet 100 alá, még egy tripla kellene, nincs. 120 maradt. Azt nézem egyébként, Vincent van der Voortnak egy darab 100 pluszos kiszállója van, egy 101-es. Nincs neki több. Daryl Gurneyt nézem még. Megvan a trip. Meg lesz a Shanghai, na nézzük. Nincs. Nincs 100 pluszos kiszállója Daryl Gurneynek. Ja igen, mert 120 volt, bocsánat. 125. Ott van a dupla 20. Vincent to throw first. Game on. Opp, egy szektor hiba. 82. 82, hát visszajöttek a szünetből, igen. És nem úgy folytatja. Nagyon visszaesett. Van der Voort. 100. 100-as. Picivel jobb, szektorhiba nélküli. Ez nagyon kellett a hollandnak, 140. Itt egy falat kenyér úgy kellett neki. Egy kicsit valamit kéne mutatnia. 96. Főleg ha 5 napja nem evett, akkor tényleg, mint egy falat kenyér úgy kellett. 100. Ez nagyon jó. Takarásban a nyíl, de fölötte 140. Na és akkor nézzük. Elérkezett a döntő ütközet legen belül. Egyébként most már másodszor játssz el, hogy 20-asra kezd 305-nél, 140-nel nem tud kiszállóra kerekíteni. És ebből még baja is lehet. Most lehet, hogy dob 133-at. Nem, most 95 a dobás, 70-e maradna, nézzük 80-ra. Tehát most nagyon fontos, hogy elmegy megint 6-2-re, vagy pedig... csinál egy brékleget Gurney, és följön 5-3-ra. 10, bedobja. Bedobja, elmegy 6-2-re. És itt van a jelentősége annak, amiről beszéltem. Ugyanis
A 18-assal kezdi az első nyilát, és utána dob két tripla 20-ast, akkor most kiszállón van. És kiszállóra dobhatott volna 160. 95. Hete maradt volna úgy ugyanis. És ezt most már kétszer játszotta el Daryl Gurney, és nem volt sansza egyszer se rádobni. 140, nagyon jó kezdés hátsó pályán. Természetesen érti az ember ilyenkor, hogy próbálja magát összerakni, összeszűkíteni, és nem nincs elfoglalva semmi mással, csak a tripla 20-assal. 83-as. 0-5-nél egyébként Gurneynek 3-55-ös szorzója volt, Van der Fortnak 1,2-es, és Cseresbedétől azt is megtudtuk, hogy míg Gurneynek átlagosan 7 másodpercig tart a 3 nyíl eldobása, addig Van der Fortnak 5 másodperc mindössze. 167. Brutál magas kiszálló, ami már nem is realizálható ebben a azért körben. Tripla kéne nagyon. Jön egy 97-essel, így 70-e marad. 181 ugye nem kiszálló. És nagyon függ attól, hogy hogyan tudja terhelni most Daryl Gurneyt, Vincent van der Voort. 101, 80 a maradék, az előbb megoldotta. Na lesz-e magyar angol? Ja, 6. 1 nyíl 32-re, dupla 16, nincs. Nem dobja be. Az előbb megoldotta még szektorhibával is Vincent van der Voort a 80-at. Ez megvan, és 2 nyíl. Dupla 10 az meg a kedvenc most. Be is dobja. Hát van-e innen visszaút Gurney számára? Megint visszaállt ez az ötleges különbség, ami a szünetben megvolt. Szerintem van a szállodában. Ne, hát nem, az az egyetlen, hogy mindig történik egy picike dolog, ott van egy pici lehetősége, de egy nyilai vannak csak, és megint váltani tudott. 180! Megint váltani tudott Vincent van der Voort, ugye visszaesett. Emlékezzünk az 5-2 lett 5-0-ról, lement 100 alá az átlaga is, de most megint erősen dobja a tömeget. Természetesen... Oj, elég... de jó! Felejtje meg! Belerakadtunk volna, nem így. 100-as. Ja, már mondtam, természetesen a Gary Anderson tegnap, aki kétszer is megdobta ezt a 180-186, egyszer azért tovább is mehetett volna. Ugye Miki és Lajos ültek itt, azért elmehettek volna, hogy mondjuk hibázza a dupla 12, de nem azért, mert rossz indulatú. Nézzük 161-re. Daryl Gurneynek megint tripla nélküli köre volt. Ebben a legben már kétszer, 65-ös. 96 marad. Nagyon-nagyon magas. Két tripla legalább. De nem látszik, hogy nincs. Voltak egy pillanatai megint a meccsnek, amikor úgy érezte az ember, hogy kezd egy kicsit magabiztosabban dobni, sikerült is. Neki ugye egy 13 nyilas dobnia, aztán lett egy 16 nyilasa is. Bedobja. Nagyon csúnya verés lehet ennek a vége. Félig nem lehet bulldogni. A műsor támogatója a Dreher. Ugye még kicsit szerencse még, hogy Daryl Gurney fogja kezdeni a 11. leget. Hát most kiderül, hogy vagy nagyon gyorsan, vagy történik egy kis felzárkózás. Reménykedjünk benne, hogy kicsit szorosabb meccset láthatunk. Hát jól jött vissza az első szünetből is Gurney. Igen. Nyert 2 leget, aztán utána 5-2, majd 6-2 Van der Voort javára, és onnantól kezdve megint jött 2 leg Van der Voortnak, és így lett 8-2. Igen, mert utána megint összerakta magát Vincent van der Voort, és 15-14 és 15 nyilassal, 5 körösökkel tudott fordítani. 180! Megint puff Gurneynek egy. Ez volt a 4. 180 a Vincent van der Voortnak.
tegnap nagyon-nagyon sok 180 volt. 180 darab 180-nal zártuk a tegnap estét. Odáig tartottunk a tornán, és most ehhez hozzájön még ez az 5 darab. Úgyhogy jelen pillanatban 185 darab. 180. Brutálisan jól játszik Van der Voort. Hát Caroline viszont nagyon szomorú lehet Görni esetében. Ja, meg lehet a harmadik tíznyilasunk. Már kettő volt a tornán. Aj, nem nincs lesz. Be, kár érte. De még... Kicsúszott a kezéből, azt jelzi. Tripla 20, 20 dupla 20. Tripla 20, dupla 20. A 20 az megvan, akkor tripla 20. Az nincs meg. Így nem, aztán nem. Dobhat megint duplára Van der Voort 3-at. A dupla 8-ra. Dupla 4. Bedobja. Bedobja, igen. 9-2 már. Nagyon-nagyon csúnya verés kaphat most hát így. Pont azt nézem, hogy ha itt most két leget még beúsz Van der Voort, akkor 180! Akkor a legnagyobb arányú győzelmet tudja aratni az eddigi mérkőzéseket figyelembe véve. De ekkora különbség nem volt sehol. Nagyon-nagyon magabiztosan játszik megint 60. Tényleg sokkolja Görnit ez az egész. Hú, de mérges, hogy rántotta ki a nyilait. Tehát azért az álmos könyvek szerint nagyon jót jelent, hogy ennyiszer kezdesz 180 leget. Nincs tripla. Előkészítheti magának a kiszállót most ezzel a három nyillal. 60. Nem készíti nagyon elő, mert csak 60. De még kiszállom van. 3-82. De kiszállónak kiszállom van. Száznegyven. Csak fölzárkozni tud. Megvan a tripla 20. Aik. Hol van az? Az is a tripla 20. A 38. Mondjuk páratlan dupla. 100-as, 142, tehát mindig bőven 100 fölött Görni. Hármas. Egy nyila marad így. Bedobja. Bedob, hát. 10-2, ez nagyon durva. Nagyon-nagyon. Mondom, még mindig 10-18 kísérletből 10 dupla, dobott dupla, hihetetlen mennyiség. És 221 darab 180-nál kell majd járnunk az estével, 21 fölött, akkor csúcsjavítás lehet, ugye a tavainak a csúcsjavítása. De egy dolog vigasztalhatja Görnit, hogy mócsing már nem lehet. 121. Sem söprés, sem mócsing. Az az igazság, hogy látod, hogyha hibázik is Van der Voort, abban a pillanatban váltásra megint két triplát dobtát. Nehéz mit csinálni a két triplás körökkel, még hogyha szektorhiba előzi meg. Akkor is. Nézd meg, váltás. Na. 58. Most lehet egy kis lehetősége arra, hogy felzárkózzon Daryl Görni. Egyébként, Van der Voortnak sikerülne 100 fölötti átlagot teljesíteni, akkor ő lenne az egyetlen, aki a második körben elérte ezt. De első körben említettem, hogy kik dobtak 100 fölött. A második körben eddig még senkinek nem sikerült 100 fölötti átlagot produkálni. 125-tel 73 a maradék. Ugye még utána három meccsünk van, amit ugye majd megtudnak. Hát ott azért komoly esély van például Darrent esetében. Peter Wright, de ugyanígy Louise is képes rá, meg ahogy láttuk, Danny Noppert is közel volt hozzá. 28. Búra kellett, de hát nem tudni, hol kötött az ki. Nem, 25-öt dobott, igen.
Megvan, és a 10, és akkor legalább legyen már meg ez a dupla 16. Bedobja! 10-3. Ezt nem mondom, hogy vészesen közelít Van der Voort felé, de legalább jött egy leg. Lentváltás jön a 19-96. Nagyon jó volt az első, a második is, a 140. De szépen egy csokorba voltak most a nyilak. Jó magasságban volt a triplában is a nyíl. 82. Most megint olyan az az érzés az embernek, mint ami volt ugye 5-0 után, hogy egy kicsit visszaesett a teljesítménye Van der Voortnak. 100-as. Száz ez is. 120, vagy 223, vagy 13-ra ment le. Jönnek a százak. Egyes dob Van der Voort, aztán egy tripla 20-szal korrigálja, majd jön egy 81, sima 20-as. Igen. 161, meg kell oldani egy extrát, eddig jó. Az is jó. Ó, az életbemaradásért nem sikerült neki. De szép lett volna, van már egy... Hoppá! 42, dupla 20! Ó! Nehéz volt követni. Igen, 92 dobott egyébként. A dupla 20-at hibázta, 9 megvan, dupla 8. Bedobja! 14. 14 nyilas hátsó pályáról. Nem sikerült a brutális kiszálló Görninek, de egy nagyon brutális kiszálló már sikerült, a maximális, az úgynevezett Big Fish, még az első körben Gabriel Clemensnek, aki megdobta a 170-es checkoutot. Ez volt eddig a legmagasabb checkout. Ennél magasabb ugye nem is lehet. Erre 41-jel kezd, tehát ez hihetetlen. Egyébként 161-es kiszálló volt még, ami a második legmagasabb, ugye az De Souza, aki ugye az első fordulóban búcsúzott, ő dobta a 161-et még. Azért jó lenne egy 164-167. 58. Tripla nélkül két kör. Úgyhogy az életben maradásért dob Daryl Gurney. 140. Az most jó helyen van. Az is. 180. Jöhetett volna egy kicsivel előbb is. A válasz rá, teljesen egyformán állnak. Jó sorozat kéne Daryl Gurneynek, megint megvan a tripla. Az is. 140. Szépen azért közelíti most már Van der Voortot. Onnan is jön a 140. Csak az egyetlen rontott leg, az a meccsbe kerül most már innentől Gurneynek. Dupla 20, bedobja, 15. Ó, nagyon kellett neki. De azért tegyük hozzá, hogy még ez is brutális előny, bár azért szebben néz ki, mint a 10-2. 140-nel kezdi Van der Voort, és nagyon szeretné ezzel a leggel lezárni a meccset. És erre komoly esélye van, mert nem top triplát Gurney. Kellett volna nagyon. Százas. Az is alatta. Az meg átcsúszik a tripla ötösbe. 95-öt össze tud szedni belőle. Az utolsó nyíl már benne volt a tripla 20-asba. Tehát előnybe van megint, nagyon nagy előnybe Van der Voort.
De nem dob most viszont triplát. 201 marad. Csak kellene valami nagyon extra. Hát nincs semmiféle extra. Még csak tripla sincs. Kozmetikázni tudta egy kicsit. És nem 45, honnan sem. Kiszállónak kiszálló, igen. Görni. De nagyon magas. Hát de... ezzel sem él. Egyes. Még egy. Egyes, ez hihetetlen. 62 lesz belőle. Megint kap egy esélyt, Görni, igaz, hogy nincs kiszállón. Lehet fölzárkózni. De lemehet 100 alá, de ahhoz viszont kellene minimum egy 140, de... Van der Voort már úgy érezte, hogy megvan ez a meccs szerintem. És egy kicsit kiengedett koncentrációba. Még kellene, csak nagyon rossz helyen van az a nyíl. Százas. 130 marad. 94 Van der Voort befejezi a meccset, nézzük. Megvan, és itt a meccs nyíl. Bedobja! 11-5-re megnyeri Van der Voort a mérkőzést Görni ellen, és így aztán a legjobb nyolc közé Vincent Van der Voort került. És hogy ki lesz az ellenfel, az mint a harmadik mérkőzésen dől el, a Glendaren Peter Wright összecsapáson, de miután az az első mérkőzés volt, így lesz egy második is. Ennek következtében a Dmitri Vandenberg Joe Cullen meccse folytatjuk majd szünet után.